ismerek. De még nem így. Még nem. Mint egy vöröses sárga szem. Úgy lépj a kis hivatag fölött. Lanyhán vagyok, szinte barátságosan és veszélytelen. Olyan ez, mintha egy pillanatra egyenesen belelátnák az élet szemébe. És akkor hirtelen kiszáll belőlük a félelem. Ilyenkor azt hiszem, az élet pillant vissza rám. Egy másodpercig összeforog a szemben, egyfajta bizalommal, az élet szemében. Egy olyan szenvedélyben, ami nem éget el, de meleg, és enyhe, és növeszti az életet, ami nem éget el. De aztán fölszáll a nap, és lobogva izzik, és izzik, és mindent leperzsel. Így megy ez naponta. Először élet, majd halál. Olykor arra vágyom, bárcsak sose szállna annak magasabbra. Bárcsak itt maradna lent azok közt, amik növekednek. Bárcsak lent maradna. Akkor én is itt ragadhatnék az élet szem előtt. Én beosodok a városból, tekerének a szobákban, a folyosókon. A rabdertek a sokba jönnek el. Szinte ijesztő. De azért jó volna tudni, hogy mit forgatnak a fejükbe mizőt, miközben szedegetik a szemetet. Nem hinné senki róluk, hogy emberek. Ezek vajon ugyanúgy éreznek, mint te meg én? Milyen az ég? A fények. A
csillagok olyanok, mint a tücskök. Egyre inkább eltűnnek a szemem elől. És milyen a tenger? Csendes. Fekete és csillogó. Feketén csillogó óriási állat, amely lassan beszélek. De a holdnak nyoma sincs? Holdnak nyoma sincs. Végig is beszélget ellátni a sötétben. Egy hajó veszekelőt veszek mint. Mint az átanyag mutatom. A vitorlái lognak, se hold, se szél. De ellátom messzire. Helyes, fiam. Ez az. Meg kell tanulni látni. Pontosan és világosan azt, ami van. Tudom. Ezt hagyom a többet. Olyan néma minden. Olyan szokatlan. Máskor hagyjuk a kutyákat a hegyek felül, de ma éjjel. Semmi lesz. Mindenki vár a fülelre valamire. Mit akartjának az Aratén-Bolyai Bizottság? Amit szokott. Álljon egy büntető expedíció élőre. Büntető expedíció a szeretett apa emlékezetére. Feltételezem, nem azt válaszoltad, amit szokás. Azt mondtam, amire mindenki gondol. Ez lenne a Tézeusz fia. Körbeszívottan a karóhoz kötözött hűséges erd. A féletében szorongó kiskutya az apját ezek más fából faragták. Szeretett, tisztelt. Mekkora képmutatás. Hát én elszántam magam. Én nem mutatok utána. Emlékművet sem állítok neki. Én itt maradok. Ez igen. Ez igen. Az apád biztos hazajön. Az a hír járja, hogy raboskodik. Egy szörnyeteg őrz. Ez nem is olyan rossz. Meg kell tanulni a hitregék értelmezését. Bizony, fiam, a helyes értelmezést. A nagy hősök általában barbangokban raboskodik. Ugyanaz a szertartás adjának a gép. Összeszedték a legyőzöttek gusztusos leányait, és úgy hozzad őket befelé, hogy mi vágóidra hozzunk jókat. Mesztelen kislányokat rúzsolált kezekkel. Mi néma szemük rémülten pislogott ágyakra kötözték őket. És ők a nagy hősök szeretnek befuralkodni a barbangokban, hogy kimerítsék és kiürítsék magukat. Beleürítették magukat a zsákmányokba, hogy a szennyvízsatorn lehet volna mindenki. Úgy bizony, szennyvízsatorn... Rámadozom! Én azt hiszem, hogy az apám egészen más. Ó, hát persze. Az előbb mindjárt mások volt. De az ember változik. Ez igaz. És különösen te! Hiszen állásban vagy, hogy följegyez Tézeusz hőstetteinek a történetét, hadd tudja az utókor imelyt szemtanú. Ki meg van fizetve jól? Biztos, hogy te találsz ki mindent. Nem vetted meg magad érte. Túl vadak szörnyek, hősiesség. Meg kell tanulni látni, azt látni, amit van. Aztán elkezdhetünk hazudni. Rá vagyok kényszerítve. Még hogy rá vagy kényszerítve? Csak a hallatlan kényelem. Bizonyára nem azért kaptam állást, hogy elmondjam az igazságot. És én ezért tanultam tőled mindent. Ima tanítom. De te mégis a gyermekem vagy. Az én művem vagy, persze, de nem írtam sosem. Nem vagyok a mű, én nem vagyok a tiéd. Nem tartozom se hozzá, se senkihez. Te gyermekem, én nélküled semmi vagyok. Szeretlek. Szeretlek, szeretlek. Nem tűri már fülni ezt a szót. A szeretet lehet át a szobát. Mindig hullaszak marad utána.
soha többé, hogy a műved vagyok. Megmondd soha, hogy szeretsz, és hogy a tulajdonod vagyok. Én magam nem óvagyok soha, senkit a tulajdonodnak. Senkit sem óvagyok szeretni. Senkit sem óhajtok a hatalmamba keríteni, soha, 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 soha. Akkor összezsugorodom és törbe leszek. Kíváncsi vagyok, hol lehet a percben. Emlékszem, amikor gyerek voltam, hányszor meséltél nekem az apámról, Tézeusz hőstetteiről. Elment valahol, csend lett ott és nyugalom, szófogadás, törvény és rend. És a perversált falvakon felszállt a füst. Nagyon furcsa volt. Szerelmei kevesnek az emberek. Csomó asszony nevet emlegettek, mindenfelé éle mentem oda szerelemről és szenvedéről. Állandóan a szerelem és a szenvedély. Ezekből mindig halász ülett. Hullák halomban, tökletes, bűz, égő város! Talán kifakadtam volna e felül. Itt hol lett volna. És ha mertem volna én, próbálj meg nyugodni. Nem te szabad meg, hogy mit csináljak. A szenvedély ló, amely húzza a bűnkocsiját. Elcsépelt ló. Ezerszer mondtam már neked. Tanuld meg, hogy a szerelem játék. Tanulj meg játszani. Nem. Én ilyesmivel már nem foglalkozom. Én nem szeretnék olyan lenni, mint te. Olyan okos. De neked rossz szakadom van. Veszedelmes mostanát, aki gyűlöl. Azt mondják, beteg, ez lényegtelen, mert túlságosan veszélyes. Minden szerelem játék a hatalomért. Minden szerelem játék a hatalomért. Fegyszerűje Aliciát, a csinos kis angyal, akit maga Tízeusz fogadt el. Az apád megölte hadfi bírétőt, meg arra ítélte, hogy ne menjen félre soha. Hogy törzséből sal sose fakadjon. De ha te beadózz-e tiszta ölbe, ez lázadás az apám ellen. Fontélyos küzdelem. Hogy az érdele, hogy mit akarok mondani. Te olyan okos vagy, és mégis olyan hiszékeny. Hippolytosz! Hippolytosz! Nem értem! Olyan néha minden. Olyan szokatlan! Itt vannak. Névasság. Meg ott tűnik a fejét a fejére, mert ez végezik. És a hegyek. Olyan ez, mintha az élet utolsó napja villanna fel. Katonának! Szökésre! Célszerűra! Milyen az ég? Csillagfény. Pedig nincsenek csillagok. Szökésre! Célszerű nap!
a szeme ma éjjel, Péra! Azt hiszem, egy óra puszát talán aludtam. Azt álmodtam, hogy kisgyerek vagyok egy tükrökkel burkolt szobában. Egy nő arc öntött szemembe mindegyik tükörből. A szeme be volt csukva. Nem akart látni engem. Az én arcom volt. Rosszul alszom mostanában. Csúnyán elfeketül a szemem alja, és lóg a hajam. Nem értem. Semmit sem értek. Azt hiszem, beteg vagyok. Igazítsd meg a hajam. Akkor talán királyné is leszek újra. Úgy érzem, meghalni volna jó. Mi szükség egy ilyen emberre? De most aztán csillag, hogy két gyermeked van, felelős vagy érte. Gyerekek, gyerekek, gyerekek! Elegem vacakolnak itt velük! És én nem vagyok rabszolgalélek. Nem olyan meg. Nekem még rabszolgaságot. Te csak nyavajok. Úgy van. Csak nyavajok. Az az érzésem, hogy lázas vagyok. Hogy dehogy vagy. Nem vagy. De jó volna belázasodni egy éjszakára. Hogy felébredjek aztán tisztán és szárazon. Hogy kiizzadjon testemből a lázat. Mit akarsz ezzel? Mit szeretnél kiizzadni? A fene tudja. Talán a vágyat. A szenvedélyt. Úgy bizony. Minden szenvedélyt. Már értem. Hát csak erről van szó. Volt ez már rosszabbul is. Rendesen kell lenned megint. Azt hiszem, hozok is levesnek neked. Levest. Megeded a levesedet azzal a ronda pokáddal. Bocsáss meg! Bocsáss meg, Ujnóne! Szotyós költi! Rúd bozótkám! Bocska zsátom, amit csak magamon terítettem a hidegben! Ujnóne, te vadacskos disznó! Csúnya mazsola! Oly ronda meleg kezed van! És te ott voltál mindenütt! Ugye én vagy! Hisz kiolvasom én a te jégszemedből! Bizony ott voltál mindenütt. Segíts hát rajta. Először is tudni szeretnék mindent. De ha csúnyának áll, ígérd meg! Tudni szeretnék mindent. Lássuk a szenvedélyt, kiről van szó. Ez neked úgyis magas. Van az én édes páromnak egy fia, Hippolytos, egy fia, bolondulok érte. Ez nem lehet igaz, te szerencsétlen gyermek, éppen Hippolytos. Na végre, hogy megjettél, de én is megjettem. Mit éppen azután kapsz kicsi Fédra, ami tilos? A tilos kapja megjel. Talán csak a tilos valami megtenőzés. A vérfertázás fája fekete gyümölcsön érte. A fekete vércsöpök. Nem hagyjuk rá. Csalapos illatú a fekete gyümölcs, de csak halál. Bizony, Fédra, szeretni, de halált kiadjék! Úgy belém van égvelő, mint bélyegzős a baromba. De te nem vagy barom! Jól emlékszem. Hippolytoszt először Athénban vettem észre, kora reggel. Tészeusz oldalá jött. Engem alig méltatott figyelemre. Itt persze annál jobban megnéztem őt. Jól megnéztem. És akkor hirtelen úgy égett belém, mint bélyegző vas a baromba. Egy perc volt az egész. Én gondolkodni se tudtam. A vér leszállt a hasamba. Úgy elnehezült, és az ölem lüktetett. Olyan, de olyan bűvös vagy. Mondd, mi lesz ennek a vége? Mi ez az őrület, amiről azt mondjuk, hogy szenvedély? De hogy keletkezik? Nem értem, hogy lehettem rajongó egy ilyen ellenséges fiúnak, akit voltaképp megvetek?
a szép ártatlanság, amely tiszta és beképzelt, ellenséges és gyámoltan, és mindig is elevő, gőgös, bár még tapasztalatlan. Retteg attól, hogy odaadja magát. Retteg attól, hogy... És végül is beléméget veszettünk. Mi volt testének rejtélyes jegye, amely bélyegzővassá változott? Valami vonal a hátán, a sarkon fordulva ott hagyott. Valami hirtelen ösztönzés, hogy megérintsem a bőrét. Valami halvány érnyom a nyakán. Valami vágy, hogy gyengébb beleharapjak. Hogy lecsúsztassam nyelvemet a nyakán. A karja hajlatán és nyalogassam. Hogy lecsúsztassam kezemet Szűzi hátán. Tovább csúsztassam, és megállítsam Juan a herélyén. A markomon a heréje, és én szilárdan fogva tartom. Oly, Nóne, oly erősen belé véget, mint bélyegző vas a balomba. Megcsapott váratlan bűze az égek húsnak, s annak a tiltott vágynak, hogy birtokba vegyem. S ha nem lett az enyém egészen, akkor jobb volna megölni őt, mint hagyni, hogy mentse a bőrét. Nem értem. Mit látszik, állat vagyok? És te olyan sajdoljon, olyan okos és kiegyensúlyozott. Mostanában egyedül fekszem az ágyamban. Magammal beszélek, mint egy hülye. És akkor elképzelem, hogy ő előttem áll. Lehúzom róla a ruhát, és ő teljesen messze lett. És szörnyestül, bőröstül az enyém. Számba veszem szép férfi tagját. Érzem, ahogy dagad. Megfogom! Új, Nóne, hát neked is olyan vastag a bőrök, mint a többieknek! Mikasztó kés, mikész nyomás! Ez marad belőle csak érzékcsalódás! Ó, bárcsak megfoghatnám az álmot, hogy megfogjam és fogva tartsam őt is! Belevágnék a késsel, hogy igaza az egész! Belevágnék, hogy tapintatóan minden kis rétege! A hús, amit megfoghatunk, a csont, a portogó, a bőr, aztán csak markolnám a húst, és életném, ahogy csöpög belőle a vér! Bélyegző vas, és éget hús szava. Bűzlik, nem üti meg az orrod. Egy kis álmodozás arról, aki nem lehet a milyen. Ez bizony félelmetes dolog, olyan. Félelmetes dolog így örültem bolondulni valakit, akit lenézik, vagy meg sem érti, és aki fél is te tőled. Félte tőled, és ezt meg is értem. Hát akkor megérted, csak engem nem akarsz megérteni. Ezelőtt nem voltál ilyen, nem ismered rá. Ezért hát azt gondolt, hogy én ribac vagyok. Azt nem. De az az érzésem, hogy halálszak lesz körül. Ehhez értesz. Még hogy bűzlöm a haláltól. Csak ennyit tudsz nekem mondani. Ha így gondolkodsz rólam, engem a el is hagyhatsz! Elmegy vissza a sárpészkedbe! Oda, ahonnan jöttél! Nem fogsz nekem hátat! Nem hiszel annélkül, hogy nem fogod azt mondani, hogy... Én most mondtam, hogy tartja be magam oda a szüleni! Elesztem! Húzdett városától. Északnyugatra volt egy kis fal. Rém érdekes. Más volt ott az erkölcs. Mások voltak a módszerek, hogy megelőzzék a női viszkedést. A női vágyakat, hogy ne legyen többi gond a vágyal és a szenvedélye. De én nem azt akarom, hogy bárminek is elejét vegyék bennem. Én csak érteni szeretnék. Három év is lehettem. Amikor elvittek a köztérre a falu közepébe. Itt levették a ruhámat és le kellett feküdnöm. Földre. Ott hevertem a kíváncsiak gyűrűjében, akik mind azt nézték vizsga szemmel, hogy minden rendben van-e. Akkor metszettek meg engem. Megmetszettek? Az erkölcs és az erény érdekében. Ez abból állt, hogy egy férfi lassan és óvatosan levágta késsel a kis peckemet. Ez volt a sorsa akkor minden kislánynak. Jó magam is láttam, amikor a húgom itt levágták. Egyenesen felnézett rám bele az arcomba, de a tekintetét.
Megmetszett vagyok. Eltávolítanak a testedből egy cseppnyirész. Most már csak egy kis hegy látszik, ott egy barlangon. Mit akarsz ezzel? A viszketés, kicsikém. A viszketés nem viszket többé a lábat. Félek, hogy téged is megmetszettem. Ahogy a legyen. Még ha másképpen is. Látok rajta valamit. Hippolytosz. Hogyan? Mennyire? Nagyon.
Bizony. Netán szenvedélyesen. A nagy birodalomhoz nem való a szenvedély. Értem. Még majd el is hiszem. Már pedig úgy van. Hippolytosz túl fiatal és kis és sérülékeny. Ezért meg kell rúgni azoktól, aki gyűlölik. A gyűlölettől. Ezt mondja maga. A gyűlölettől. És netán a szerelemtől is. Netán a szerelemtől is. Bocsásson meg. És elmaradtam. Mit jelent ez? Látom, nem tartozik rám. E szerint útban vagyok. Talán ez a nagy viata. Hát így vagyok. Már várna a hercegnő. Semmi. Semmi. Tudod, olyan különös, olyan, mint hogy a két ember, és kettő közül az egyik. Halálosan veszélyes. A maga nagy édesapja meghalt. Fogadja részvétemet. Hogy történt a halálunk? Azt mondják, ő is Peritus, az egyetlen barátja. Az egyetlen barátja. Milyen különös, itt annyian szeretnék. Ő is a barátja Perlitus, átkertek a halál folyóján, behatoltak a Hádészbe, hogy megszöktessék Perszefónét, Hádesz királynőjét. Tehát vadászat? Vadászat valami nőnek? Azt mondják, hogy ödelencsellel rávették őket, hogy üljenek rá a felejtés trónjáról oda. A trón, ami pedig kőből van, erősen az altestükhöz szabad. Nem tudtak elszakadni tőle, de mégis, amikor kereket akartak oldani, szét kellett szakadni az altestüket, és meg kellett halni. Amikos. Ilyen hallatlanul komikus. Szabad-e most nekem, akkor lesújtadjálsz. Vagyis a nagy Tízeusz halálával egy probléma adódott. Tudom, a nagy viadal. Úgy van. Fejedelmet kell most választani azon melegében. Ez azt jelenti, hogy harc lesz a hatalomért. Az Athén fölött való hatalomért. Egyesek. Fédra idősebbik fiának szállják a fejedelmi címet. Mások Hippolytoszt emlegetik. Te neki sajnos támogatókra van szüksége, hogy győzelemhez. És akadok velük is hercegnő, akik azt tervezik, hogy rajtöntésen szerzi meg a hatalmat. Összeesküvés. És akkor maga, Alicia hercegnő, panasz vérének utolsó imádkozik dolgozni Athén felett. Valóban. Akarnak olyanok is, akik engem támogatnak. Tudom, és ez a legerősebb csoport. Na, Krétát, Féda idősebbik porontjának adjuk, az több mint elég neki. A zsíros fal persze Athén. Hippolyt az egy maga, persze nem sokra. Így van. Többre utának ketten. Mondom ketten. Egy. Maguk természetesen megöletnének engem, ez nyilvánvaló. Ez nyilvánvaló. De kicsi veszélyes volna és fölösleges. Kicsi veszélyes és fölösleges. Simább lenne a dolog, ha mi elkezdenénk szépen egymásba szeretni. Simább volna és sokkal, de sokkal okosabb. Nem annyira rázós. Nos, hát akkor én készen állok, döntöttem. Szerelmet valhat nekem. Hát mire való ez? Ej, ne félj már! Mindjárt meglátod, hogy ez nincs csak ceremónia. Csak ceremónia.
Megfelelek így a ceremóniának. Megfelel, hercegem. Hercegem. Én a cégem is készül. Akkor hát... Belekezdek! Én, hercegnő, kész vagyok most olyan törvény szerint élni, amely korábbi ént leint, bárhol megyek, meghajlok Afrodité előtt, igájába fejem már jámborul belelő, csődöt mondok, ha látom magát, hogy milyen szép, s a távol van, akkor is szememben levek még, messze az erdőbe is így viszem magammal, messze az erdőbe is így viszem magammal, lehet koros éjjel, lehet tiszta nappal, amit maga iránt érzek. Ezt is soha, ennek az új ábrának is ez az oka, az erdőben most vízhang sohajóra támad, és a kutyák nem engedelmezkednek, uruk szavának, a szerelem ráncra, mert rabszolgája vagyok, az alakja... Köszönöm, hercegem! Talán elég ennyi? Hogy ne elég! Köszönöm. Nem sokat konyítok ez az ismeretlen nyelvezethez. Nem tesz semmi. Engem ugyan ilyen szenvedély fűt, hercegem, maga iránt. Köszönöm. Úgy hívjuk, hogy megcsókoljam. Azt nem szabad! A nagy fiatal szabályai szerint azt nem szabad. Mit írnak elő még ezek a szabályok? Magának az a legfőbb feladata, hogy szenvedélyem és szerelmem biztonzásaképpen örök engedelmességet tanúsít a testőrségem iránt. Testőrségem iránt? Nekem epercben is testőrség lesz körül szerelmem. Nehogy kísérletet tegyen áttörni rajta, de nem áll meg, se érintsen engem. De én nem látok itt semmilyen testőrséget. Mégis. Szerelmem. Ez a testőrség körülvesz engem. Itt, hadd zsengeljük túl. Együtt lovagoltunk egyszer Atén felé. Atén felé, akkor mert látom neked... Hatan. A kis testvéreim hatan. Meg én a nővérük, a kis Arisia. Egy hordosba értünk, amikor megtámadtak bennünket. Mint hét hal, hét lovas vergődik és kiabált egymáshoz szorulva egy hálóval. Hát ha látni, azt tudott a papája hercegen. Tudott fogja tejteni és megölni. De nekem megfegyelmezett. És a többiek is mind jól bántak velem. Még azt is megengedték, hogy láthassam a dolgot. A kis testvéreim kezét ugyanis le lehetett várni. Azokat a kis kezeket, amelyek simogatták és babuskodták a nővérüket. És leesett a kis kezük, és a nővérük látta ezt. És a kis kamaszoknak még lábuk is van, szökkenő. A nővérükkel kergetőznek, de aztán leesett az is. És a kis nővérük látta ezt is, a kis kezüket, a kis lábukat, a kis testvérük mégis már nem tudnak kiáltani. Ők testőrködnek most körülöttem. Ők hárítják el tőlem a zajokat, a sikolyokat és az életet, hogy ne ártson meg nekem többé se élet, se szenvedély. Úgy vesznek körül ezek a kezek, mint valami üvegfal. Értse meg, hercegem! A hozzám néhány ujjal is megölik magát a testőreim. Ez nyilvánvaló. Megölnek a testőreik. Ez a mi szerelmünk szabályzata. Ezek tehát a szerelmünk feltételek. Elfogadom. Szerelme. Köszönöm. Thank you.
de mi történsz? Gyere közelebb! Itt a kezem! Ígérem, hogy nem harapok a tiédbe! Köszönöm, én így jól megvagyok! Aha! Jól megvagyott! Egyre munkás! Ide rendelt, miről van szó? Beszélni szeretnék veled! Ez minden! Nem hozok rád bajt, ne félj! Miről jó majd beszélni? Mondd csak! Miről szeretne beszélni? Arról, ami remélem, csak kettő ügye. Tehát a gyászról. A gyászról. Szíves örömes. A bizonyára egy-kettőre véget vett ennek a nagy tervű gyásznak. Ó, milyen barátságtalan. Azt hiszi, tehát, hogy gyűlöltem az apját. Hát rosszul hiszi. Volt egyszer egy Tézeusz, akit szerettem. Nekem ezt idegen. Na. De ugye nem fél semmitől. Nem fél se a szerelemtől, se az őrülettől, hogy elmerülj, vagy széttér magad a szenvedélyben. Igazából te lehetnél volna az, akit elküldenek, hogy legyőzze a minotauroszt. Te lehetnél volna az, és nem Tízeusz. Én téged segítettem volna akkor. Csak neked adtam volna a fonalat, a gombolyagot, hogy te légy, aki bevezet, és te légy, aki ki. Téged segítettelem volna, bemegy ki. Hát olyan férfi, mint te, erős és ügyes, és nem rettenti semmit. De mégis segíteni kellett volna, hogy megtaláld a nyílást, a magad kapuját. Te pedig kinyitottad volna magadnak. Nekem csak segíteni kellett volna, hogy bejuss. Nefé! Ne marad a labirintus! Először lépj a nyíláson keresztül. Ez egy falba vágó nyitott szár, amely szépszeriden feltárja majd az ajkat, s a hallgatózol. Majd megüti a falon túlról a csalogatás, ahogy a vér és a titok átneszel a folyosó falát. Belülről hangzik ez, legbelül a járatra bukkasz, egy kis szörnyetegre, de azért nem lesz baj, hogy halabirintusba jutsz, mert falai lágyan és melegen lüktetnek és köré simulnak. Lágyan és melegen lüktetnek és köré simulnak. Érzed, hogy élet lüktet a labirintus alján? Én a segítségedre lennék. Még a folyosó homályától sem kellene félned. De nem ám, nem kellene félned. Ezek a falak olyan nedvesen is simán simulálnak körét. És még beljebb a labirintus folyosóját. Még beljebb a labirintus folyosóját. Hát, egy cseppet sem tudja, hogy gondolod. A labirintus belsejében egy állatra bukkasz. De nem szörnyetegre. Áh, nem szörnyetegre. Ez nem a Minotaurus. Ez senkit se harap meg, senkit se tép szét. Ez az állat lágy és barátkozó. Kedvére tesz annak, aki behatol. Nekvétől egy impulszusz. Kis állat, ez csak nyalogat nyeldekel. Az órocskája kikandikál. Nyalogat lágyan és gyönyörűen. Órocska, mely nyeldekel. Téged nyeldekel. Barátkozó kis állat. És aztán egybeolvad minden a labirintus végén. És te csak az enyém vagy. Végre valahára az enyém vagy. Birtokba vesztek, fogba tartlak. Nekvét, te belém hall. Én a halálodtól megtermékenyülök. Összeolvasztunk mindent, ami azelőtt csak önmaga volt. Hippolytos, elenyészel, én leszel, mi leszel? És ugyanakkor a labirintus belsőjében megszületik egy kis élőlény. Egy teljesen ismeretlen az állapot, ami valaha voltál, és ami valaha voltál. Nem akarom, meg voltak nekem, ez nem kell! Így! Most már az enyém vagy, most már örökre meg vagy nekem. Mitől ijedtél meg annyira? Van idő, várunk egy kicsit. A labirintusba megyünk mindjárt. Tapogass a fejénket, tapogass. Már minden jó dal. Kellem ezt tenni! Hát tudják érni, és ott már megkapod a fonalat, és kinyitom a kaput, és bevezetnek téged! Én tényleg a fonalat, te rád rád! Hippolytos, várj! Te még mi vagy? Megragadják a fenyítésre váró asszonyt, letépik a ruháját,
és széttervezve lábát kifeszítik a tér közepére a borba, pontosan 12 órakor. Egy megkötözött mesztelen nő a tér közepén. Körülötte a nézősereg, csak arra vár, hogy kezdjék már a munkát. Aztán oda küldik a rabszolgákat, akik addig pázanak vele, amíg bele nem hal. Felhasználnak szerszámokat is, mindenféle eszközt. És utána, és sül a test. Ez a büntetés alkalmas ideje. Vilma! Vilma, hol van? Vilma! Úgy is tudom, hogy itt vagy. Hagyjál! Történt valami, ezt én megérzem. Mi van veled? Újul, félek. Mitől? Félek az élettől. Félek a haláltól. Nem világos előttem, hogy mit csinálok. Úgy érzem, hogy üres vagyok. Olyan ez, mint aki kurkolat vesz körül. Körülöttem is üresség. Csak arra gondolok, hogy rés van a lábam között. Hogy betömhetnék egy férfi taggal, de hiába várta az terés. Mi történt? Azt mondtam, hogy Vénri Barc vagyok. Vénri Barc! Nem akart lenni. Fédra! Elszámította magamat, nem ment a dolog. Mert ez ilyen... így jöjjük, ez a rendjén való. Ez a rendjén való. De miért? Még hogy Vénri Barc. Addig persze jó a Vénri Barc, amíg használni lehet. De később amikor a Vénri a szomorúság. Fél a nagy csendtől. Képzeld, bele van egy Vénri Barc életébe. Képzeld, hogy magára hozott egy szerelmi nyás. És egyre csak forgat a tűzben. Süt és pirít. Használnak. De aztán beáll a csend. Nem vesznek észre. Nem nyúlnak utánad. Vagy hogy használ Vénri Barc? És nekem csak nem is gondolt. Mi legbelül másra se fáj a foga, mint hogy visszataláljon hozzá az a sok szar, az a sok megalázás, az a sok fájdalom, ami egy életbe általában belehelyik. Egészen rendjén való. Ha használnak, hanem az ember végül úgyis felesleges lesz. Rendjén való. Te őrültnek tartasz engem. Hát ne tarts annak! Ez a szúrás már megártott. Még ha nem is látható, belém döfött. Látod ezt a hegyes, fölényes eszközt? Egy élet kell ahhoz, hogy az ember kialakuljon. De ennek a kis szerszámnak egy pillanat elég, hogy mindent eltöröljön. Kétszer csak, hogy megöl. Nem hangzik kecsegtetően. Halállal tömni be azt, ami üres. Lassan még meg is tetszik nekem ez a kis kéz! Csak ide szúrni ide a hasba, ahova kell. Felnyásolni egy embert a késre, egész a masolájára, akkor nem veszem meg a lesz, eldobja ezt a kést! Mondom, de te megütöttél. Úgy látszik, megütöttelek. Egyébként nem vertél meg soha, hogy mondják. Miért ütöttél meg? Ilyen könnyen megugod magad. A hasadat csak úgy oda tartod nekik. Nyívákhoz, könyörök csak azért, hogy megdolgozzanak. Tetősbékává alakulják. A nőnek tetősbékává kell átalakulnia. Fölül a páncél, alul a has. Te csak tart szét a lábad, hogy neked essenek és hogy meg kell. Ha teherbe estél, akkor pihenhetsz. Hát szálljanak le rólam. Hányszor éreztem, hogy csak mások kedvére értem, és ami bennem félragolt, kiszedték örökre. Kígyóbőr lettem valami üres vatok, amit elhajítanak, mert annyit sem értem. Én csak mások kedvére értem. Szerintem az élet értelme éppen. Te fél fogolt hajzat, sütött vagy teljesen. Kiült fel a rabszolgám élek. Bocsáss meg, Ulyan!
első világéves fogunk. Én csak azt akartam, hogy észrevegyenek. Mert ha nem veszek észre onnan-e, akkor ideg lesz. A bőr pedig vastag és kemény. Akit nem vesznek észre, olyan le, az elveszti súlyát. Súlytalan lesz az élet mérlege. Olyan, szotyós körtém, én elvesztettem a súlyomat. Engem nem vett észre soha senki. Vagy véd, édes kicsi. Látom, súlyán elvágottál. De én majd bosszút állok érte. Valami történt. Időnk rövid. Bocsánat. Egy lovascsapat érkezett a városba. 5 ló és 6 ember is, köztük egy hallat. Viszont a többiek... A többiek annál eletlenebbek voltak. És köztük volt Tézeusz. Ő cipelte a halottat a két karja között egy merő véresen. Tézeusz él! Él? Azért jöttem, hogy ezt tudassam magukkal. Azt hiszem, hogy súlyos hibát követtem el. Az esküvőn Hippolytosszal most már bizonyára útba esik, közeli halálomat várhatom. Én nem fogok! Na persze, ennek így kell lennie. Esküvő! Hippolytosszal! Hát minden világos. Tézeusz, élj, és mindjárt betoppa! Meg fog tudni mindent! Nem akarok meghalni. Hát hazatért a nagy hős. Ideje, hogy a Vériban szolgálatba álljon. Ha siker. Ó, Afrodité, aki a testvérednek neveztél. Miért kellett így megaláznod? Szerelem. Megalázás. Szégyen. Egymással testvérek. Hát miért ilyen az élet? Csak tudnám, hogy mit csináljak! Hát mocskoljuk be magunkat szerelemre!